kipróbáljuk az egy éve épített autónkat, hogy hogy fog működni a hazai bozsvai telkiványa pályán. Nem mentünk még vele csak egyszer Kunmadarason, most így megnézzük, hogy itt mit tudunk vele művelni. Félünk tőle, ugye nincsen úgy gumink, meg ilyesmi még, kezdőként állunk a sorba, az autó remélem jól fog működni, megtiszteljük a kanyarokat és a dolgokat, hogy nehogy leessünk, meg végig tudjunk menni a pályán becsülettel. Az egyik unoköcsém Márton Attilát kértem meg, hogy üljön be, mivel hogy a lányom nem tudott beülni, mert nincsen 18 éves, így most vele fogok párba száguldozni itt a Bozsvatelki bányán. Első gyors végén a lassító után szétrobbant a kuplungunk, ketté tört az új kuplung szerkezetünk, szétrobbant a váltóház, és így csak begurultunk már a célba. A barátunknál a műhelyben, meg itt a csapattársak segítségével kaptunk kuplungházat, meg egy használt kuplungot, és akkor összeépítettük az autót, hogy szuper rallyba még tudjunk menni az 5.-6. gyorson. Nagyon jó volt, szeretjük ezt a pályát. Jó volt. Jobb lenne többször is itt, ha lenne a környéken ilyen bohóckodásra lehetőség. Jobb lett volna, ha nem megy szét a kocsi, és akkor tudunk menni végig a mezőnybe, de így most sajnos csak ilyen szuper rally, ilyen gyakorlásnak vesszük a dolgot.